Pentru onor înainte prezentați. Arm! Pentru onor înainte prezentați. Arm! Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, kedves barátaim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Tarján község önkormányzata és képviselőtestülete nevében. Ezen a hideg reggeli órában, ahol most nem csak korabeli ruhákban, felszerelésben és zászlókkal, hanem hidegben és hóban, doni körülmények között emlékszünk és tisztelgünk a második magyar hadsereg és a velük együtt harcolt nemzetek katonáinak embertelen pusztulására. Külön tisztelettel köszöntöm a román, az olasz, a német és a magyar tartalékosokat és a Magyar Tartalékosok Szövetségének hagyományőrző tagozatának tagjait, hogy megtisztelték községünket és együtt hajthatunk fejet őseink előtt. Talán lehet ez egy kis megkövetés mindazoknak, akik ezt a poklot megjárták, és azoknak a családtagoknak, akik évtizedekig várták vissza férjüket, apáikat, testvéreiket, akiknek mindennapjaikat soha el nem múlóan átítatta ez a tragédia. Hosszú évekig hivatalosan senki nem beszélt, nem írt róluk. A háború utáni gyászt nem lehetett kibeszélni, főleg a svábok által lakott településeken, mint a miénk, ahol még a kollektív bűnösség elvének réme is jelen volt, pedig az ember természetével ellentétes, alapvető jogainak megtagadása, ha egy nép nem gyászolhatja halottait. 67 évvel ezelőtt tragédiáról igenis beszélni kell. Közzé kell tenni a még nem ismert dokumentumokat, a még életben lévő és egyre kevesebb túlélő bevonásával hiteles képet kell alkotnunk arról, hogy mi történt Donkanyarban szüleinkkel és nagyszüleinkkel. A korabeli hadvezetés 1943. január végén így írt egy szégyenletes hadparancsában. A második magyar hadsereg elvesztette becsületét, mert nem váltotta be azt, amit joggal elvártak tőle. Ezt ma már mindenki tudja, hogy nem igaz. Éppen ezért mi ma itt büszkék vagyunk rájuk, és méltósággal hajtunk fejet emlékük előtt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Na,
Kérem, Jászló Balázs ügyvéd urat, Bolti urat, tartsam el megemlékezéseket, illetve mondjál, hogy elkezdjük az egész túrának. Ez a főszervező. Polgármester úr, hölgyeim és uraim, tisztelt tarjáni polgárok, engedjék meg, hogy köszöntsem önöket, fővédnökünk, Tömbör László, vezérezredes, Hóvéd vezérkar főnök úr és a 10. Noni Hősök emléktúra résztvevőjének nevében. 10 évvel ezelőtt egy fagyos hajnalon, második világháborús egyenruhában és felszereléssel, azzal a céllal indultak útnak, hogy egy egynapos menetgyakorlattal tisztelegünk a Noni Hősök emléke előtt. Ekkor 4-en voltunk, azonban ma már több mint 100-an menetelünk a felejtés elleni küzdelemben. Mindig a legnagyobb hitelességre törekedtünk, és a munkánkat a Magyar Honvédség mindenkor a lehetőségeihez képest segítette, így most is, ezen meg kell köszönjük a segítségünket. Ugyanakkor a települések vendégszeretete nélkül üres bolyongás lenne túrának. Több mint 100 településre jártunk az elmúlt 10 év alatt, és a kis településeken mindig megható fogadtatásban volt részünk. A magyar településekre ez már nem mindig igaz, sajnos. De a Jóisten kegyes hozzánk, ugyanis a 10. túrára gyönyörű időjárást kaptunk, és a környékbeli települések összessége nagyon pozitívan áll a túrához. Így külön meg kell köszönjem még egyszer polgármester úrnak, a német kisebbségi önkormányzatnak, hogy segítette a túránkat, mert így tényleg méltóképpen tudjuk a 10. túrát végrehajtani. Hisszük azt, hogy a most eldördülő vízlövést hallani fogják a tarjáni hősi halottak Isten országában, és a értelmetlennek tűnő haláluk azért mégsem volt egészen hiába való, ugyanis mi erőt merítünk az ő vitéz helytállásukból, és ezt az erőt tovább vagyunk gyermekeinknek. Fontos célunk, hogy elérjük azt, hogy január 12-e a Doni Hősök emléknapja legyen, így ne lehessen elmismásolni, és évek óta azt tapasztaljuk, hogy a híradásokban január 12-én egy szó sem esik arról, hogy mi történt. Holott mindenféle más egyéb gyásznapokat megünnepel az ország, megünnepeltetnek velünk, ha miénk, ha nem. Tehát egy napot megérdemelnek a Doni Hősök. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük, Jászló Balázs, kívánjuk a szavát. Szabó Zoltán plébánsorok megkérném, mondd el a hősenk kérdőnek. Kedves emlékező testvérek! Ezen a napon a Doni hősökre, elesettekre nem csak emlékezni szeretnénk, de lelki üdvükért imádkozni is. Adja meg számukra az élet ura, a boldog föltámadás örömét, az emlékezőknek pedig a hit vigasztalását. Egy korabeli imádságos könyv segítségével kérjük a boldog föltámadást a Doni hősöknek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Úristen, míg mi nemzetünk életéért remegünk, a halál tartja aratását. Fiaink, testvéreink véresen hullanak a porba, s idegen föld hantja takarja be kiszáradt, kifáradt testüket. Özvegyek, árvák, szomorkodó lelkek gyásza fűzi össze a nemzet tagjait, s kereszteket hordva járjuk a Kálvária köves útjait. Szomorú terhünk alatt megemlékezünk arról, hogy a te egyszülött fiad is a kereszt súlya alatt roskadott a porba, de meg is vigasztalódunk, hiszen a keresztet az ártatlan érettünk hordta. Az ő halála a mi életünk élet, elhunyt testvéreink a kereszt szenvedéseivel vásárolt életben osztoznak. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
a mi halottaink, Doni hőseink, Uram, az igazságért véreztek, engedd meg, hogy a mi hitünk megvigasztalódjék az Úr Jézus ígéretében. Őt ültetted, Atyám, az ítélet székibe, s mi hozzád emeljük szívünket, s előtte esedezünk irgalmat testvéreink számára. Kegyes Jézus, amit elesett hőseink szenvedése és halála el nem törölhetett volna az ideig való büntetésekből, azt tulajdonokul adott szenvedéseid kincséből ajánl fel elégtételül a mennyei Atyának. A te testvéreid, ők már a mi szívünk irántad való bizodalmában esedezünk. Nyisd meg számukra az örök élet kapuját, hogy az Isten szentjeinek hatalmával esedezhessenek a szenvedő haza békéjéért, s a dicsőséges viszontlátás örömeiért. Most pedig közösen imádkozzunk együtt úgy, ahogy Jézus tanított minket. Pentru onor înainte prezentați. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság kényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Magyar vakák dicsősége. Írt a Vijész Rózsás József, nyugalmazott főhadnagy. Tudjátok-e, mi zúg a fellegekben? Zord Istent hord ölébe a vihar, mely ront, rohan, a háztetőt letépi, s a fákra súj tüzes villámaival. Tudjátok-e, mi zúg a fellegekben? Tudjátok-e? Magyar honvédek mennek támadásra, hogy összezúzzák honuk ellenét. Lelkek haragja zúg a fellegekbe, s villámai cikáznak szerte szét. Magyar honvédek mennek támadásra, magyar vakák. Nem kényes szifrahad, már megtiporta halál tűzszekér rozzan testüket, de föld alól is előhívja őket a kötelesség, haza s becsület. Nem cifrahad, a halál gazdájuk s a becsület. Sárszennyes föld odukból hömpölyögnek elő, szemük alélt, mellük liheg, tépet ruhára vasba öltözötten, vakondókból lesznek tigrisek, fáradtan, étlen, szomjan, talpra állnak, és előre. S megy előre, mint a tüzes láva, a földön kúszó néma fergeteg. Jaj, annak, ki közelébe ér el, mert az tekintetével folytja meg. Fegyver ropog, repül a kézigránát, sikolt, zokog ezernyi harci gép. Sistereg a lángvető, az akna robban. Medreng a föld, és leszakad az ég. Ég a falu, a terhes éjszakában, lángjában ördögök hada forog. S most robban a bomba, csattan a gránát, riadva hördül százezer torok. Hiába,
tűz az ördög, bomba, gránát, rajta, rajta! S ha van pokol, hol forró lángok égnek, hová vak őrültek száza rohan, hol csontörik, a hús szakad a testben, a poklok pokla ez, honvéd rohan. Kiömlő vérből forró lángok gyúlnak, rajta, roham! Jaj, Jézus, nincs karom! Se baj, előre, szurodj neki, ne sajnáld, vágd csak, üsd! Anyám! Fiam! A roham kés előre, nincs irgalom, megfolyt a gáz, a füst! Jaj, Jézus, meghalok! És zúg a harc, a lángban, füstben, porban, tombol, zuhog, rikolt. Egy percre csönd, megáll a szívverése. Aztán hajrá, miénk a győzelem, miénk az állás lángban, füstben, porban, s a győzelem. A bőz tusák helyén a felkelő nap halott honvédet egyet sem talál, másé a földi sír, s babér, övék a harcok harca, s halátlan halál. A bőz tuságban nem hal meg a honvéd, csak elesik, mert tudjátok-e, a holdas éjszakákban kik járnak fenn a szép felhők felett? S ki a vezér, ki dús bíbor palotásban vezéli ott a harci rendeket? Kik járnak fenn a fodor fellegekben, tudjátok-e? Elesett hősök ők a hadak útján, előttük Szent László király halad, vezeti őket örök új csatákra. Hazáért halni mindig kész hadat. Honvédek ők ott fenn, a hadak útján, magyar bakán. Köszönjük szépen, hogy ennek tartalak valamit. Thank you.
Ünnepségünk véget ért. Köszönjük mindenkinek a kitartást, segítséget, Jászdi Balázs főszervező úrnak a karján támogatását, és kirehozta nekünk a szép rendőt, hogy tanít jövőre, és folytatjuk a csapatot. Nagyon köszönöm mindenkinek a megható vendégállást, és eddig szeretetet. Jelenleg úgy tűnik, hogy a környéken leszünk jövőre is, úgyhogy, de ha nem jövőre, még jövünk ide. Nem utoljára. Mi készülünk fel. És sok szerintem vár mindenki egy forradborra, illetve tejára, a közösségi házban, és egy kis kiállításra lehetett nekem. Mindenki sok szerintem vár. Farsangi bálunkon, kicsiket, nagyokat, beöltözött jelmezeseket, illetve akik nem öltöztek be, vagy szülők, akik, nagyszülők, akik elkísértek benneteket. Mi vagyunk a János Vitézből a tündérek, János Vitéz, illusztrálhatom, Mostoha és Kicsi. Mi ketten zsiványoknak öltöztünk be, és előadjuk a itt hát, hol országa van a szerelemnek, az életen által én elejül menjek, és amerre csak nézek, azt mutassa minden, hogy boldogság csak az én szívemben nincsen. De egyetlen kincsem hamba kedvesemnek, mutasd meg az utat, én is majd követlek. És minek öltöztél be, Kristóf? Varázslónak. Egy varázsló. Kiskutya, mit szoktál csinálni? Mi a kedvenc szórakozásod? Egy nagy horgász áll mellettünk, négyes sorszámmal. Egy gyönyörű katicabogár. Megpörödülsz nekünk egyet, kis katica? Jaj, de csinos kis katicabogarunk van. Köszönjük szépen! Power Ranger! Power Ranger. Mutasd a számodat, Power Ranger. Hányas vagy? 73-as. És mi vagy, ugye, Boholc.
Egy gyönyörű macska kisasszony. Macska nő van nálunk. A sorszámodat megmutatod? Szervusz kis bohóc. Mi a neved? Vanna kis bohóc. Bettina vagy. És minek költöznél be, Bettina? Tündér. Egy gyönyörű tündért láthatok a színpadon. Madárjesztő. Egy szupi madárjesztő. Mutasd meg a sorszámodat, madárjesztő. 82-es. Varázsló. Nagyszerű, végre még egy barát. Mutasd meg, varázsló, a sorszámodat nekünk. Hát ti kik vagytok? Fanni. Dani. És Fanni, Dani, mit vagytok? Gézengúz. Mézen gézengúzok. Mutassátok a számotokat nekünk. Horgász. Egy újabb óriás horgász, aki zsákmánnyal érkezett hozzá. Hát mi van ebben a vödörben? Hal. Milyen fajta hal ez? Poncs. Egy rendőr bácsi, de milyen ruhában? Egészen különleges. FBI. Egy FBI tiszt, még fegyvered is van? Ugye nem igazi? Nem. Hát te mi vagy? Katona. Egy fantasztikus katona, idegen légiós? Igen. Jó napot kívánok. Tessék mondani, kolléganő, hát mit varázsol maga? Pókokat? Igen. 22-es. Mondd, mexikói zenész, tudsz ezen a... nem is tudom micsodán játszani? Mi ez a hangszer? Gitár. Ez egy gitár. Bengedsz nekünk egyet-kettőt rajta? Igen. Haj! Cowboy. Egy cowboy, és akkor ez egy lasszó a kezedben? Igen. És mit fogsz elkapni a lasszóddal? A szomszédnak a lovai. Elhúz, mutasd a számodat. Hatos? Mi vagy te hatos? Villámcsapás. Még egyszer mondd el, mert szerintem nem figyelt mindenki. Derült égből villámcsapás. Derült égből villámcsapás áll mellett. Fizipók, csodapók. Fizipók, csodapók és keresztes barátod a tónál maradt? Igen. Egy motoros srác van itt 25-ös számmal. Motoros srác. Aki cukrot szeretne 100 forintért, az édes meglepetéshez forduljon. Köszönjük szépen! Apak vezetői interjúból jut meg. Mindenki egy mondatot mond, úgyhogy én átadom nekik a mikrofont. Jó, hangosan mondhatják a busók, hogy mi a mondani valójuk. Parancsolj! A nevem Pampalini, a vadász. Én emlékszem erre a mesére gyerekkoromból. Ti emlékeztek erre a mesére? Ismeritek? Szervusz! 101-es. Mi vagy? Zsákba macska. Hát ez nagyon szuper. Tessék megmutatni mindenkinek, hogy hogy néznek ki te. Marc Bianca. Lovas ébresztő óra. Egy lovas ébresztő óra. Megmutatod nekünk, hogyan kerreg egy lovas ébresztő óra? Ija! Fantasztikus volt! Mutasd a számodat, lovas ébresztő óra! 90-es! Köszönjük szépen! 102-es hercegnő. Hercegnő vagy? Nem. Tündér. Tündér hercegnő. A boszorkák örök ellenfele. Mindig legyőznek minket a mesékben. Igazságos ez? Akit ha nem véd meg a tündér, aki az előbb itt volt. Ez a sok-sok boszorka elvarázsolja, ugye? Reméljük lesz herceg is. Ki vagy? Al Capone, a gangster. Mindjárt összeesett. Al Capone, téged nem zártak be börtönbe? Nem. Mosógép. Egy klassz kis mosógép, akinek rosszul, vagy aminek inkább, rosszul csukták be az ajtaját, kilóg az egyik zokni belőle. Neki megtekinthetné őt. Ki vagy te? Buzer Bianca. Bius, minek öltöztél be? Fába szorult féreg. Egy fába szorult féreg. Hányos a számod? Csörögzörögsz nekünk egyet a dobozzal? Táncolsz is egyet hozzá? Táncolni? Nem. Tündér. Kis tündér, hányos a számod? 42. Csak egy gonosz ördög? Igen. Akkor jó, az ördögöknek gonosznak kell lenni. Hányos a számod? 85-ös sorszámmal áll mellettünk egy különlegesen gonosz ördög. Mondd meg, kedves bohóc, hányos a számod? 72-es a bohóc. Valami trükköd van, bohóc? Akkor mondd meg nekünk, légy szíves, hogy mi a bohóc neved, művész neved? Rudi bohóc. Mitben ide mellénk? Egy pár duc. Egy pár duc és még egy
ördög, vagy kettő, ördög fióka? Kérezzem, kéne jönni hozzám. Súlyos ólom golyóval a lábán. Az iskola rabja. Az iskola rabja. Egyes sorszámmal. Ennél jobban senkit nem lehet eleve elrendelni, igaz? Igaz, tükörtojás. Tükörtojás. Ki szereti a tükörtojást? Én imádom. Nem csípős medúza. Tedd le, de a nem csípős medúza. S kedves koma. Mi van? Mondd meg nekünk, van neved? Nenya Marinéhez. Hogy hívna? Krisztián. Mi vagy Krisztián most a farsangon? Erős paprika. 13-as sorszámmal, ami tudjuk, hogy abszolút-e bal szerencsét hoz. Raboltál már ki hajót? Igen. Hányat? Sokat. Akkor tovább nem is kérdezősködök, mielőtt még mindenemet elveszi ez a kalóz, aki 84-es sorszámmal állt mellettünk. Köszönjük szépen! Egy Hawaii táncos és egy cowboy együtt 19-es sorszámmal. Nagyon szépen köszönjük a táncosnak és a cowboynak. Sejtem, hogy mi vagy. Az én egyik kedvenc barátom, az vagy? Ufó? Sárkánynak mi? Nos, fiú, hát ti? Focista. Két focista van mellettem a színpadon, bemutatkoztok? Istenem, Bence. Bokros Margyi. Hány gólt rúgtatok ebbe az idénybe? Tizet. Tizet. Where did you come from, where did you go? Where did you come from, Cap'n Joe? Történetet, ami régen megesett. Főszereplő Hófehérke, Nomega 7 törpe, de ne vágjunk a közepébe. Inkább vegyük kezdetét a mesének. Itt áll a tükör, meg a gonosz mostoha. Vajon miről beszélgetnek, tudjuk meg, nosza. Hát kisanyám, én nem jártatnám a szám. Hajad, mint a kót, szemed van, csak bajszod van, szerintem nagyon rendben. Jaj, de borzasztó ez nekem, a fodrászomat lefejezem. Gyere, jóképű vadászom, menj, gyere, menj, maradj, ha mondom. Szóval, jóképű vadászom, öld meg a mostoha lányom. Ja, meg a fodrászom. Vajon Hófehérke és a vadász miről beszélget? Hófehérke, drága, kedves, elsőjéig adj egy ezres, hozz ezres, megkapom, életedet meghagyom. Jól van, nesze itt a pénz, de húzzál innen, mielin. Szabad vagyok, trallala, boldog vagyok, trallala. Hű, micsoda házikó, menjünk be, tán hupszahó. Milyen bútor, milyen ablak, lakók bizt sokan vannak. Hét tányér, hét pohár, hű, de nagyon éhes lettem. Bizony már rég nem ettem, s ez a kaja után bevágom én most a szunyát. Messze még a hajnal, 10 perc múlva 3:30. Várja a törpéket a színes tévé. A bányában meleg volt és sötét, szívesebben néznék a foci VB-t. A törpök nem bírják a munkát, mielőbb elhagyják a bányát. Ki itta meg a viszkivát? Ki köpött a levesembe? Ki ült a protézisem? Ki lopta el az oknimat? Ne bár srácok ki a bűnös, akinek a keze büdös.
Rajta, fiúk, szimat, szimat, keressük meg az oknikat. Megvan, srácok, ki a tettes, csak ő lehet, hiszen keze retkes. Ő lehet a bűnös, hiszen a keze csak neki büdös. Kik vagytok ti magas ifjök, akikért a lányok sírnak? Szégyen, hogy nem ismersz minket, nem hordunk mi sminket. Szépek vagyunk és bátrak, ó, én téged nagyon imádok. Gyertek, fiúk, mutatkozzunk be! Életünk nagy tengerén nincs, hogy szép, mint a hét. Kicsi szám most éppen dadog, elárulom, tudor vagyok. Álmos vagyok, de nem Dundi, épp ezért a nevem Szundi. Ajka mond a mosoly ragyog, éppen ezért vidor vagyok. Irgum-burgum, én semmit sem mondok, szemem forgó, hasam korgó, ez a fehérnép törprontó. Én vagyok a a szende, szégyenlős vagyok, nem de? Rímet faragni nem nehéz, én vagyok a kuka. Hát te meg ki vagy, te pirosorú kisgyerek? Hapci! Egészségedre! Nagy problémák, nincs kifőző mosorrák. Megkérünk hát téged most, házikonkban te dolgozz. Jól van, ha ilyen szépen kéritek, itt maradok, s nektek élek. Haladjunk előrébb az időben. Hapci törli az orrát. Kuka issza a kólát. Szundi nagyban húzza a lóbört, míg Hófehérke hurkát tölt. A sok törp mellett rengeteg a dolga, takaríthat, főzhet, moshat. Itt egy zokni, ott egy zokni. Hű, de büdös, meg kell szokni, de nem ment el egy csöppeszem, felveszem az olcsipeszem. Jé, erre jön egy csúf anyó, haja, mint egy tapló. És mint tehénen a gatya, úgy néz ki a rúd, banya! Mi hozott erre, erre nagyon büdös helyre? Mondd, mi a szíved terve! Hófehérkét keresem, izzad már a tenyerem, hogy almát adjak szájába, akadjon a torkára. Akárhogy is fáj, én leszek a sztár. Te vagy azt a szép sudár. Én vagyok a szép királyne, csak nem raboltam még a sárkány. Várom a lovagom, amíg nem jön, lábam lógatom. Hívhatják őt bárminek, bárkinek, Zolinak, Petinek vagy Pistinek. Jól van, most már ne nyaggass, inkább innen válogass. Te nagy ég, itt a vég, Isten veled kedves lak, én már többet nem laklak. Tervem klasszul sikerült, Hófehérke elterült. Messze még a hajnal, mindjárt fél négy, vár az útban édes Hófehérkénk. Nóta, állj! Jobbra csodálkozz! De hiszen ez hulla! Azt a rezes angyalát feldobta a bakancsát. Dehogy dobta, bekrepált az Isten adta. Fogjuk meg kezét, lábát, smérjük a púzusát. Dél van, fiúk, ebédszünet, hagyjuk itt már meg nem szökhet. Míg a törpök az ebédet falatozzák, bevágtat a királyfink egy vad paripán. Mit látok a bokorban? Milyen apró pici láb? Lehet úgy vagy 46-os, de a láb csak írtózatos.
Ó, te tízes hajadom, mi mászik a lábadon? Bőröd színe, mint a kátrány, de ez csak a szépségversenyen hátrány. Üdvözöllek, dicső lovag, nagy a pofád, sok a fogad, szőrösebb vagy, mint a lovad. Tovább lovagod ki, jól írja a láb, s izzadság szakod. Mondd, Hófehérke, hová mész? Itt hagylak benneteket, jó törpök. Nem főzök nektek többé szörpöt. Elvisz engem a királyfi, mert ha nem, én viszem őt így. Erről szólt a rövid, de modern kis mese, így lett királyfink Hófehérke hitvese. Thank you.
magyar himnusz. Hogy nyissa meg a 2010-es Komárom-Esztergom megyei stábbát. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeim, kedves barátaim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Arján község önkormányzata és képviselőtest nevében ezen a szép estén, a 15. Arján és Várdál megnyitása alkalmával. Én is elmondhatom, hogy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a megye német nemzetiségi kisebbségi vezetése a mi településünket Tarján bízta meg a Komárom-Esztergom megyei stábbal megrendezésével. Éppen ezért nagy tisztelettel is külön köszöntöm tágabb környezetünk, itt megjelent, és velünk együtt ünnepelni kívánó német kisebbségi önkormányzati vezetőket. Nagy tisztelettel köszöntöm én is német vendégeinket Hastedtből, és már jól ismert Bárbó Korbi zenészeket. És igen, nagy tisztelettel köszöntöm, és nagy öröm számunkra, hogy elfogadták meghívásunkat, Herceg-Kuti barátainkat, a Herceg-Kuti önkormányzat és német kisebbségi önkormányzat képviselőjét. Köszöntök mindenkit, aki majd táncolni, énekelni, hullatni szeretne. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A sváb ember életében, tehát a mi életünkben, és ezzel nem árulok el nagy titkot, végigkíséri és összeköti sorsunkat az ének, a zene és a tánc. Így volt ez dédapáink, apáink korában is. Nekünk pedig példát kell mutatni gyermekeinknek, hogy ráérezzenek a szépre, és ne feledjék el, hogy honnan jöttünk. Reméljük és hiszük, hogy a mai rendezvényünk is hozzájárul ahhoz, hogy érezzük, összetartozunk. Ebben bízva kívánok Önöknek jó szórakozást, szép estét, és érezzék magunkat. Alkaidat. Tehát ebben bízva kívánok Önöknek jó szórakozást, szép estét, és érezzék magukat otthon nálunk. Ezennel a 2010-es megyei stábbát megnyitom. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde! Ich grüße euch alle herzlich bei uns im Namen der Gemeinde Tarján bei der Eröffnung der 15. Schwabenbar. Wir sind stolz, dass wir können in diesem Jahr das Komitat Schwabenbar organisieren. Ich grüße die Minderheitenvorsitzenden von allen Orten, die wohl mit uns einander feiern wollen. Ich grüße unsere Freunde von Hattstedt, die Musikanten von Bádor, und unser ungarischer Partnerdorf-Delegation von Herceg-Kut. Zu unserem Leben, unserem Schwabenleben, gehört Musik und Tanz in der Faschingszeit. Ich hoffe, dass die folgenden Stunden, die heute Nacht, macht uns viel Spaß und ich wünsche euch alle eine gute Unterhaltung. Dankeschön. Kedves vendégek, most pedig hagyományainkhoz híven megkezdjük a Schwab Bál kultúrprogramját. Elsőként láthatják a legfiatalabb generációt a mai est folyamán, a Tarjáni Általános Iskola gyermektánc csoportját.
csoport következik. Műsorát láthatják.
kedves közönségünk! Szeretném a Rozmarin árverést elkezdeni, és engedjék meg, hogy a Zenei Egyesület nevében sok szeretettel köszöntsem Önöket. Nagyon nagy érzés az, hogy Komárom Esztergom megyéből szinte minden faluból érkeztek hozzánk, de természetesen a környék megyéből, Szentehelyről, Budaörsről, Budaörsről és a környék városokból érkezetteket is nagy szeretettel köszöntenék. A Rozmarin árverésnél azzal kezdeném, hogy szeretném köszönteni először az eddigi Rozmarin tulajdonosokat. A Rozmarin nekünk, taliániaknak és a Magyarországon élő, a hercegkutiaknak, a magyarországi németeknek egy nagyon fontos növénye. Minden évben elmondom azt, hogy minket a Rozmarin az életünk folyamán a keresztelőtől egészen a búcsúig elkísér minket. Most pedig szeretném bemutatni az eddigi Rozmarin tulajdonosokat. Ami nagyon fontos, aki a Rozmarinot eddig elvitte, az erőben, egészségben itt van közöttünk, és kívánunk nekik további nagyon jó egészséget. Kezdeném az elsővel. 1996, Fülöp István polgármester vitte el a Rozmarinot, kérjék egy nagy tapsot, kedves feleségével. Ez 15 évvel ezelőtt volt. A következő a polgármester helyettes Dr. Marti Mihály kedves feleségével vitt el. Tapsoljunk meg. 1998. Erős János, akinek a főztjét már elfogyasztottuk, a helyi vállalkozó, ő vitt el. Janó jelenkezzé valahol, ott ül azon az oldalon. Nagy tapsot kérnék. 1999-ben fordult először elő, hogy nem Tarjából vitték el a Rozmarinot, Budaörsről Kálmán Sándor, aki itt ül a Salóta, nem is a Salóta, hanem baloldal tőlem, egy nagy tapsot kérnék. 2000-ben, ezredfordulóban Rizik Ágnes Tarjári lakos vitt el, szintén egy tapsot kérnék. Még van néhány. 2001-ben jobb oldalt Fehér Géza barátok Héregről vitt el. Neki szomorúságunkra. 2002-ben, ha hiszik, ha nem, újból Kálmán Sándor Budaörsről. Úgyhogy ő a kétszeres Rozmarin tulajdonos. 2003-ban a Berecki család szánta rá magát arra, hogy Rozmarin tulajdonos legyen. Fábiáné Berecki Réka. Tapsoljuk meg őt is. 2004-ben Marcernő itt vagy. Marcernő barátunkra tapsoljuk meg. Ő vitt el a Rozmarinot. 2005-ben Jenei Gyula. Jenei Gyula. Erre van. Itt van a Gyula barátunk. Egy nagy tapsot kérnék. Ő vitt el Vérdes tornáról. 2006-ban történt az meg, hogy olyan ember vitt el a, olyan hölgy a Rozmarinot, aki ennek a sportcsarnoknak az építését vezette le. Garmac Lászlónét üdvözöljük a Tatabányai Éjjel. Kedves Margita, köszönjük szépen, hogy megépítettétek a sportcsarnokon, és áll azóta is a sportcsarnok, és nagyon meg vagyunk eddig ellene. Köszönjük! Következő, 2007-ben egy gyermei, volt gyermei lakos, volt kedves tanítványom, Tatai János vitt el a Rozmarinot, üdvözöljük őt is nagy tapsal. 13. alkalommal, 2008-ban Molnár Zsolt, kömlődi lakos vitt el a Rozmarinot, aki szintén ott áll, jobb oldal. És tavaly óriási küzdelemben, aki itt volt, azt tudja, Nothard Ernő Nyergesújfalu lóvétel.
Ernő, álljál fel egy picit, légy szíves. Kórházi tapsot kérnék. És most eljutottunk a 15. Svábbálló, ezennel elkezdenénk a rozmaringárban, és mindenkitől kérem a feszült figyelmet, hogy mi az, amiért érdemes a rozmaringot elvinni. Első dolog az, hogy aki a rozmaringot ma elviszi az árverés végén, az a svábbára örökös díszvendégként belépőt kap. Az az örökös, ez azt jelenti, amíg svábbát rendezünk, ők mindig díszhelyen meghívót kapnak tőlük. A következő, aki ezt a rozmaringot elviszi, az támogatja a zenei egyesületünket, és ez is egy nagyon nagy dolog, a gyerekektől a nagyokig, az alapunkra. A harmadik pedig, amit én szoktam mondani, hogy aki a rozmaringot elviszi, annak van reménye arra, hogy ugyanolyan jó egészségben tölti az életét, mint az eddigi rozmaring tulajdonosok. Ugyanis a rozmaringnak nagyon sok szín és jó hatása van, ugye? Mindig szoktam mondani, hogy Ferenc József, a felesége, Sziszi, ennek a tejá, a rozmarin tejájába fürdött sok szeretettel, és talán ezért lett olyan gyönyörű és olyan szép, és talán a rozmarin tulajdonosaink is azért olyan egészségesek. Úgyhogy én most szeretném elkezdeni akkor a rozmarin árverést. Hadd mondjam el, hogy ezt a rozmaringot az idei évben Palatin József, sógorom és nővérem ajánlotta fel, úgyhogy egy nagy tapsot kérnék. Egész évben ápolták, gondozták, Mari, álljatok fel egy picit. Köszönjük szépen. És akkor indul az árverés. A indulási alap 5000 forint, ezért a rozmaringért, hadd tegyem hozzá, hogy cserébe van. És a Néder Müller Erikának hadd köszönjem meg, hogy ilyen szépen felöltöztették a rozmaringunkat. 5000 forint, tehát az indulási alap. Sarka Meratilla 55. 50. Azért jó, hogyha jó hall az ember. Sarka Meratilla 50000 forint a tagsája a rozmaringunkat. 50000 forint. Mindig, igazgató úr, Tatabányáról, Modern Tudományok Üzletek Főiskolájának igazgatója, mennyit ajánlott? 60000 forintot ajánlott. 60000 forint először. 60000 forint zum ersten Mal. 60000 forint másodszor. 60000 forint zum zweiten Mal. Nem látom a kezeket föl, úgyhogy nem tudom, hogy 68. 68000 itt a bal oldalon. 68000, Jancsi. 70000. 70000 először. 70000 másodszor. 70000 forint zum zweiten Mal. És 70000 forint harmadszor Melovics Jánosné a rozmaring. Jancsi, gyere ide ki hozzád. Óriási tapsot kérnék neki. Jancsi, gyere ki. Feleségét is, hogy János feleségét, hogy fáradjon ide ki. Nagyon szépen köszönjük és gratulálunk ehhez a nemes címhez. Most pedig megkérnénk a zenekart. Egy szép számmal köszönjük se a új rozmaring tulajdonosokat, a 15. svábbálunk, rozmaring tulajdonosa, Melovics János, és én nagyon büszke vagyok, hogy ezt én adhattam át neked, mert te aztán igazán megérdemez minden címet. Nagyon jó trombitás és nagyon jó ember. Egy kis táncot kérnék a feleségeddel, a rozmaringgal együtt. Muzsika!
Megyén közgyűlése január 28-án tartotta rendesülését. A két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató elfogadása után került sor a közgyűlés nemzetközi kapcsolatok és idegenforgalmi bizottsága új külsős tagjának eskütételére. A megye kinyilvánította belépési szándékát a Tatabánya és környéke turisztikai egyesületbe. A testület elfogadta a megyei intézményekben alkalmazandó nyersanyag normák megállapításáról, a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról, valamint az önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatások és támogatásokról szóló rendelet módosítását. A közgyűlés az idei árindexet figyelembe véve 4%-kal emeli meg az utógondozói ellátás intézményi térítési díját a megyei önkormányzat óvodája, általános iskolája, speciális szakiskolája, diákotthona és gyermekotthona intézményben. A képviselők jóváhagyták a területi kisebbségi önkormányzatok tájékoztatóját, valamint a megyei szakképzés szervezési társulás tavalyi második félévi munkájáról szóló beszámolóját. Ez utóbbiból kiderült, hogy a társulás döntött a társadalmi infrastruktúra operatív program által meghirdetett pályázat beadásáról, a szükséges önrész biztosításáról. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Új Távlatok című pályázatukat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága mintegy 850 millió forinttal támogatta. A sikeres pályázatban informatikai szakképzési eszközök beszerzése mellett az Alapi Gáspár Szakközépiskola tanműhelyének egy emelettel történő bővítése válhat majd valóra. A fejlesztést követően a szakképző intézmény összes tanműhelye egy épületbe költözhet. Továbbra is jelentős feladat a társulás számára szakképzési hozzájárulást fizető vállalkozásokkal való kapcsolattartás, a fejlesztési megállapodások nyomon követése és szükség esetén a hiánypótlásra való felhívás. A képviselők elfogadták a közgyűlés idei munkatervét. Az előterjesztés készítői figyelembe vették, hogy a választási jogszabályok alapján októberben helyi önkormányzati választásokra kerül sor, ezért a megyei közgyűlés alakuló ülését követő ülésnapokra alapvetően csak a kötelező napirendi pontokat tervezték. A 4 éves választási ciklus utolsó évéhez érkezett testület számára, főként a gazdasági megszorítások miatt az idei év sem lesz zökkenőmentes, ezért ebben az évben is szükség van költségtakarékossági intézkedésekre. Döntés született a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíjpályázat megyei támogatottjainak személyéről. Mint arról már korábban beszámoltunk, a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok által már támogatott hallgatók ösztöndíját egészíti ki. A kiegészítő támogatás összegét a közgyűlés a tavalyi összeg kétszeresében 6 millió forintban határozta meg. Idén 55 település küldte meg a megyei önkormányzat részére az általuk támogatott pályázók adatait. A tavalyi 151 fővel szemben idén 365 fő pályázó ösztöndíját egészítette ki egyhangú döntésével a megyei önkormányzat. A közgyűlés a továbbiakban döntött a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező idei kiemelt célokról, valamint a Zsigmondi Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola alapító kiratának módosításáról. Eredménytelenek nyilvánította a közgyűlés az önkormányzat balatonvilágosi üdülő ingatlanának értékesítésére kiírt pályázatát. A Szent Borbála Kórház pályázaton való részvételéhez viszont 500 millió forint önrészt biztosított a testület. Végül a közgyűlés döntött a megyei önkormányzat óvodája, általános iskolája, speciális szakiskolája, diákotthona és gyermekotthona érdekképviseleti fórumában fenntartói képviselő megbízásáról.
felkérnénk Fülöp István urat, a Tarjáni Német Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy köszöntse a megjelent vendégeket, és nyissa meg a rendezvényt. Ilyen tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt egyetemültek, kedves rokonok, köszöntöm Önöket a mai 6. Tarjáni Taloskolálkozó alkalmából. Megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy az idei évben ismét 12 együttes fogadta el meghívásunkat, és ami külön örvendetes, hogy minden évben újabb és újabb községből, településről érkezik hozzánk egy olyan talos együttes, akik még nem voltak nálunk. Az idei évben így a leánybányakat tudjuk köszönteni, mindenek előtt egy nagy tapsal. Kedves jelenlévők, 6. alkalommal találkozunk itt, és ebből az alkalomból engedjék meg, hogy külföldi vendégeinket is köszöntessük Lübeckből és Hallstattból. Nagy köszönjük! Sajnos a rossz idő ellenére a hazai nézőkből csak az igazán dalokat szeretők jöttek el, és ezeket külön egy nagy tapsal köszöntjük. Nekem jutott ez a feladat, mint a kisebbségi önkormányzat elnökének, hogy megnyissam ezt a mai dalos találkozót, és mivel nem a beszédek a fontosak, hanem a dalok jutnak előtérbe, ezért én engedelmükkel ezt a mai dalos találkozót meg is nyitom, de mielőtt ezt megtenném, engedjék meg, hogy a meghívókat, nevezetesen a Franciska és csapatát köszöntsem, ők ugyanis az idei évben ünneplik 30 éves fennállásukat. Ha őszintén szeretnék, azt mondanám, hát meg is látszik rajtuk, de ezt nem teszem, mert ők nem öregszenek, hanem a dalokon keresztül fiatalodnak. Akkor, mint mondottam, legyen a daloké a szó, ezennel a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjait is köszöntöm, és természetesen a Zenei Egyesületet is mindazokat, akik lehetővé tették, hogy ezen a szép helyen ma itt Önökkel együtt ünnepelhessünk. Szép estét kívánok Önöknek, remélem valamennyi település extra dalait hozta el, és várjuk a színvonalas előadásokat. Szép estét valamennyit! Köszönöm szépen!
szöveg, Tarján község polgármesterét, hogy mondja néhány zárószót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, kedves közönségünk! Engedjék meg, hogy én is köszöntsem Önöket Tarján község önkormányzatának és képviselőtestület nevében. Azt hiszem, hogy minden polgármester legkedvesebb kötelességei közé tartozik, hogy egy ilyen felemelően szép napos találkozottán értékelje, köszönetet mondjam. Ahogy láttam, Önök már tudják, hogy énekelni, dalolni jó dolog. Érezni lehetett az arcukról, hogy a dalok mögött mennyi boldogan eltöltött délután, illetve este napozik. Őszintén mondom, hogy ezen a délutánon minket, nézőket, hallgatókat szintén elvarázsoltak. Éreztük azt, hogy összetartozunk. Éreztük azt, hogy hol szenvedéllyel, hol humorral fűszerezve jól őrzik sváb hagyományokat. Nem csak Tarjánban, hanem Mérkesoldán, Alsógallán, Leányváron, Máriahalmon, Budakalászén, Dunaharasztén száron és Soroksáron egyaránt. A kultúrában is rossz időket élünk, rossz csillagok járnak. De ez a találkozó azt is bizonyítja, hogy némi jó akarattal a jó ügy elvesztetnek lehet. Köszönöm a Tarján Német Kisebbségi Önkormányzatnak és az Egyesületnek a jó szervezést, és Önöknek, vendégeinknek, hogy elértek nekünk Tarjánéknak egy szép napot szerezni. Kívánom, hogy még sokáig együtt dalolhassanak, és jöjjenek el újra, ha jól éreztek magukat. És a vacsorához pedig jó étvágyat kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde. Ich grüße euch alle herzlich bei diesem Namen der Gemeinde Tarján. Ich möchte ein herzliches Dank sagen für die vergangenen wunderbaren Stunden. Sie haben uns Zuhörer verzaubert. Mit eurer schönen Liebe. Heute hat unsere Muttersprache uns wieder zusammengebracht. Danke dafür. Ich wünsche euch viel Lust und Gesundheit, dass Sie noch viele Jahre können einander singen. Nochmal Dank. Und zum Abendessen wünsche ich heute euch einen guten Abend. Dankeschön. Ich möchte felkérni a kórusokat, hogy fáradjanak ide a színpadra valamennyien. Azt a